Nagy izgalom számomra, hogy egymás után két könyvem megjelent. A verses kötet az ugye megszokottabb, mert ez már sokadik verses kötetem. Azt hiszem, hogy a hetedik. Most már kezdem elveszteni a számolást, aminek persze nagyon örülök. De a verses kötet az egy ismert terep számomra. A másik kötet egy próza, annak meg külön örülök, mert a próza kötet a számomra eléggé ismeretlen terület. Úgyhogy egy előzménye ez egy másik próza kötetnek, ami hamarosan várható novellás kötetnek. Ez egy kis regény, besorolhatatlan a korosztály. Én azt szoktam mondani, hogy ez kamaszoknak szól, tehát kis kamaszoknak is, 12-től felfele, azoknak a gyerekeknek, akik már bírják a csalódást esetleg, mert ez ugyan nagyon szép és nagyon bensőséges történet, de semmiképpen nem nevezhető vidámnak. Úgyhogy mondjuk, aki már túl van élete első szerelmi csalódásán, lehet, hogy óvodás az, de érteni fogja. És azt gondolom, hogy nagy nagyszülőknek is ugyanúgy ajánlható a prózakötet. A verses kötet az inkább természetesen felnőtteknek ajánlható, mert amit meg akarok írni gyerekvesben, azt megírom vidámabb gyerekves kötetben. Soha nem engedek be szomorúságot a gyerekves könyveimbe. Egyelőre legalábbis nem tettem ilyet. Az nekem a játék felszabadult játék terepe. Elkövetkező időkben, ha bár készen van egy fél verses kötetem is, de azt gondolom, hogy inkább a próza fele hajlok több szempontból is. Egyrészt ugye nagyobbak lettek a gyerekeim, gyerekkönyvet írok, de kamaszoknak szóló gyerekkönyvet egy darabomból, a Fűszermadár című sokat játszott színpadi darabomat írtam hát regénybe, és a másik pedig egy novellás kötet lesz. A munka címe Robbanótest, és kisebb-nagyobb, hosszabb-rövidebb novellák vannak benne. Elég vad, azt kell mondanom róla, tehát van benne persze poénos történet is, de elég sok fájdalom van benne, de azt szokták mondani, akik olvasták, hogy erő is van benne, úgyhogy nagyon örülök ennek.